A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara-nak felhívja a közutakon közlekedők figyelmét, hogy a napokban kezdődött aratási munkák miatt nagy számban vesznek részt a forgalomban mezőgazdasági munkagépek. A köztestület kéri a járművezetőket, legyenek türelemmel és csak fokozott óvatossággal előzzenek az utakon. Karcagon az őszi árpa betakarításával elkezdődött az idei nyári aratási időszak. A mezőgazdasági szakemberek arra kéri a gépkocsi és motorkerékpár vezetőket a további balesetek elkerülése érdekében, hogy tanúsítsanak fokozott türelmet a betakarítást végző kombájnokkal, valamint a traktorokkal, szállítójárművekkel szemben, és ezeket észlelve körültekintően közlekedjenek. A megváltozott közlekedésre elsősorban Karcag és Berekfürdő között, de az úgynevezett régi négyesen itt számíthatunk. A mezőgazdasági járművel minden olyan útszakaszon lehet közlekedni, ahol azt kereszttábla nem tiltja. Azonban nem hajthat lassú jármű gyorsforgalmi és emelt sebességű útszakaszon. A mezőgazdasági munkákra használt lassú járművek maximum 25 km per óra sebességgel, míg a mezőgazdasági vontatók legfeljebb 40 km per óra sebességgel közlekedhetnek. Ahhoz, hogy a közúti közlekedésben részt vegyenek a járműveknek és a járművezetőknek is meg kell felelniük a KRESZ-ben foglalt feltételeknek. Fontos, hogy minden esetben működjön az összes jelzőfény, azokat sár vagy felhajtott ütközésvédő ne takarja. A kombájnok esetében pedig szükséges a vágóasztal leszerelése. A túlsúlyos, túlméretes mezőgazdasági járművekre a közút kezelőtől útvonalengedélyt kell.